Első állomásként a Kodály utcai tömbház lakóinak juttatták el a felajánlók a húsvéti csomagokat. Preininger Rozália, a 7. választókerület képviselője, sok rászoruló családdal tartja a kapcsolatot. Ezúttal a környékbeli vállalkozók támogatásával tudta szebbé tenni az ünnepet számukra. Megkeresett két nappal ezelőtt egy vállalkozó, aki tulajdonképpen kérte a neve elhallgatását, hogy ő fel szeretne ajánlani 30 darab húsvéti sonkát a rászorulóknak. És hát akkor mondom, hát tulajdonképpen én is köteles vagyok valamit hozzátenni, akkor megrendelem a tojásokat, meg a kalácsot. Erre fel a Garai Pék, aki hozta a kalácsokat, azt mondta, hogy hát akkor én is hozzájárulok. Tehát az eredeti szándékomnak, hogy én hozzájárulok, hát már csak a tojás maradt. Az újvárosi társasházban 12 családot leptek meg a felajánlással. Preininger Rozália az adományokat Magyar Mária segítségével vitte be a lépcsőházba. A megbízott közös képviselő azt mondja, az épületben többnyire idős emberek laknak. A járvány miatt sok nyugdíjas nem hagyja el otthonát, számukra nagy segítséget jelentenek a csomagok. Mi házunk összetétele, nek a 70%-a idős nyugdíjas, kinek kisebb, kinek nagyobb nyugdíjjal, de a 100-at nem éri el. Tehát ezeknek az embereknek nagyon jó jön. Többek között tudok olyat a házba, aki semmit nem tudott venni. Most ugye van itt a Terike a 3., akkor itt a 4. is van 2 ilyen idős. Tehát minden szinten van olyan, akinek muszáj, hogy valamit segítsünk, és hát ez most nagyon jó jött nekik, és nagyon fognak örülni. A fennmaradó 18 csomagot is olyan, főként idős bajaiak között osztották szét, akiknek nem telne az ünnepi menüre. Így az Oltványi és az Árpád utca lakóinak is vittek csomagokat.